Sziasztok! A mai témánk a lehetőségek. Úgy gondoltam, hogy megpróbálok egy háromnapos hétvégéből, pontosan egy hétvégéből egy egységes vlogrészt összerakni, amelyiknek a fő témája a lehetőségek. Erről fogunk ma beszélni. Örögjön a bíró! Sziasztok Orfűről! Mi most a Pécsi tó mellett vagyunk, ami szerintem a legszebb és a leghangulatosabb a három közül, és gyerekkorom nagy részét töltöttem itt. Az Orfűi tóról említés először a 14. században esett, majd az 1960-as években jött az ötlet, hogy az Orfű patak mentén alakítsanak ki egy, majd kettő, végül három mesterséges tavat. Ezek lettek az Orfűi, a Pécsi és a Herman Ottó-tó. Orfű Pécstől 14 kilométerre található, és egyszerűen zseniális a klímája. Tehát ezt a helyet érdemes meglátogatni. Rengeteg holland és német költözött már ide, így most, ahol vagyok, ezt az utat úgy hívják, hogy Dollár utca, és kiskorom nagy részét családommal, majd barátaimmal itt lent töltöttük nyaranta, mert egyszerűen ide lejönni zseniális. Nagyon jó a hely klímája, a víz zseniális, a tó 1,8 és 4 méter közötti mélységgel rendelkezik. Most épp, ahol vagyunk, a Szomjas Vándorra, azt hiszem, így hívják a helyet. Mindig tele van, de valahogy nem olyan túl zsúfolt, mint mondjuk a Velencei tó, vagy mint a Balatoni Szabadstrandok, tehát itt valahogy mindig jól érzi magát az ember. Édesapám az Orfűi Szörfklubnak volt sokáig a tagja, és ezért nagyon sokat jártunk ide le, mint ahogy ezt korábban mondtam, és rengeteg élményt adott a helyhez. Mivel mindig nagyon jó szeles a hely, ezért nagyon jól lehetett itt szörfölni, kájtolni, illetve itt van a Vitorlás Klub is, ahol kiskoromban több nyarat eltöltöttem vitorlás iskolában, itt tanultam meg hogy a vitorlázás alapjait, ami egy életre szóló élmény volt, és nagyon hasznos tudás lehet, hogyha eljutok az Örri-tengerre újra egy nagy vitorlással. A következő részt felveszem, az ott lesz a gátnál, ott olyan 4 méteres a víz, ugyan oda nem lehet beugrani, de megpróbálom mutatni, hogy hol a gát. Nem látszik innen, de ott van a Szabadstrandnak a stége, ahonnan nagyon jó fejeseket lehet ugrani. Négy méteres a víz, és innen a Szabadstrandról lehet oda átmenni. Tehát zseniális hely. És most beszéljünk kicsit a lehetőségekről, de ezt már a gát mellett tesszük meg. A mai témánk nem az Orfűi tó, ez csak egy kis kiugró volt a szép háttér miatt, meg azért, mert imádok ide járni, hanem a lehetőségek. Nagyon sokat gondolkodtam róla, hogy hogy közelítsem meg ezt a témát, és mivel lehetne a legjobban szemléltetni a lehetőséget, és hogy lehet azzal élni. És eszembe jutott egy számomra nagyon kedves sportág, ami szerintem zseniálisan mutatja be egy nagyon kis intervallumon belül, hogy egy ember számára hogy jön a lehetőség, hogy tud azzal élni, vagy nem élni. És ez nem más, mint a Forma 1. Kiskorom óta vagyok nagy rajongója a Forma 1-nek, ahol rengeteg pilóta fordult már meg, amióta én nézem. Voltak tehetségesebbek, kevésbé tehetségesek, voltak az úgynevezett fizetős pilóták, illetve vannak is. Vannak azok, akiket kiskorukban már egy ügynök, aki ezzel foglalkozik, egy tehetségkutató felfedezett, de nem mindenkiből lesz Forma 1-es világbajnok, mondhatni nagyon kevés emberből. Nyilván sokszor elhangzik a kritika, hogy bezzeg, ha XY is a Red Bull, a Ferrari vagy a Mercedes autójával ment volna egy évben, akkor belőle is világbajnok lett volna. De nagyon sokszor érdekes módon az a helyzet adódik, hogy egy pilóta, aki egy középszintű csapatban zseniális eredményeket hoz, bekerül egy nagy csapathoz, ott viszont középszerű lesz. Ennek mi lehet az oka? És ez az, ami számomra egy nagyon érdekes dolog, hogy nem mindenki tud élni azzal a lehetőséggel, ami adatik neki. Hogyha nem a Forma 1-et nézzük, hanem mondjuk úgy az átlagos életet, én azt látom, hogy az emberek útjába
több lehetőség is kerül, amikkel nem mernek élni, mert úgy vagyunk programozva, predesztinálva, hogy úgyis kudarc lesz belőle, meg túl jó a lehetőség ahhoz, hogy ez nekünk összejöjjön, majd bezzeg eznek meg annak össze fog jönni, vagy ő is belebukott ebbe, pedig hasonlóval próbálkozott. Most még nem beszélhetek arról, hogy én nekem milyen terveim vannak, mert akkor szeretnék ezekről beszélni, ha már biztosan tudom, hogy sikeres vagy nem sikeres, de jelenleg több ötletem is van, ami futópályán van. És amikor egy-két ismerősömmel beszélgettünk ilyen mastermind-szerűen, érdekes módon olyan véleményeket kaptam, hogy ezt már sokan csinálják, ez az is, próbálkozott vele, és ő is belebukott, miért lenne a tiéd sikeres? És akkor próbáltam nekik elmondani, hogy ez a terv miért jobb, mint a többi, és motorosok minden, úgyhogy remélem valamit hallatok ebből a hangból. Imádom a motorokat. Tehát akkor próbáltam nekik elmondani, azt láttam, hogy nem akarnak az ő prekoncepciókon túl lépni. Ők eldöntötték előre, hogy ez az ötlet eleve hamvába holt, meg úgy voltam vele, hogy engem sem nagyon érdekel, hogy meggyőzzem őket, ha van egy ötleted, élj vele. És itt jön egy másik téma képben, hogy én miért utálom a Titok című filmet. Amikor először néztem, nagyon nem tetszett, utána megnéztem még egyszer egy tréningen történt ajánlást követően, akkor már úgy jobban tetszett, de volt vele valami probléma, amit nem tudtam sokáig megfogalmazni. Majd rájöttem, hogy mi ez. Titok című filmben a vizualizáció erejéről beszélnek, és ez milyen fontos. És ez valóban így van. De kihagyják azt a nagyon fontos részt, hogy mennyire fontos, és mennyivel fontosabb a tett. Hogy tegyünk azért, amit el akarunk érni. Volt benne egy rész már, azt hiszem Jack Canfield, nem vagy benne biztos, az Erő leves a léleknek könyv szerzője mondta, hogy vizionalizálta, hogy ő egy 1 millió dolláros csekket fog kapni, hogy 1 millió dolláros csekket fog kapni, hogy 1 millió dolláros csekket fog kapni, és összejött. De azt az apró részletet valahogy nem emelték ki, és nem tudatosították, sőt, ennél sokkal rosszabb, hogy olyan érzésem volt, mint hogy ezt az apró részletet inkább elrejtenék, hogy írt egy sikerkönyvet, amit több millióan megvettek, ami rákerült a New York Times bestseller listájára, és ezt követően kapott egy 1 millió dolláros csekket. De hogy mi ez a vizualizáció? Az, hogy képzeljük el a dolgokat. A sportolóknál nagyon hasznos, vagy egy megbeszélés előtt, hogy elképzeljük, felépítjük fejben, hogy mit szeretnénk elérni, hogy szeretnénk a végkimenetelt, tehát hogy a végkimenetelt milyennek szeretnénk. És ez a vizualizáció nagyon hasznos, és nagyon sokat segíthet, de szart se ér, ha csak ott ülünk a kis szobánkban, és azon zümmögünk. Lesz egy Aston Martinom. Akármennyit gondolok arra, hogy nekem holnaptól egy Ferrarim lesz, nem fog összejönni. De ha van egy jó ötleted, és élsz vele, most már úgy látom, hogy a kutyák is rákezdtek, úgyhogy nézzünk egy másik részt itt az Orfűtó partján, és egy kicsit sétáljuk körbe a tavat. Jó fogást! Nem azt a jó fogást. És van egy harmadik témánk, a videócsatornám legújabb tagja. Egy új vlogger kamera. Erről a kameráról azt kell tudni, hogy ez nem egy DSLR, hanem egy Milc kamera. A Canon gyártotta, és a neve... Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon, ahol most rendhagyó módon, annyira nem rendhagyó módon, de megszokottól eltérően egy unboxing videóval jövünk, ahol társam a bűnben Peti, akit ismerhettek a spártános videóból. Sziasztok! Aki nem más, mint...
és a neve EOS M50. Azt kell erről a gépről tudni, hogy ez nem egy DSLR, hanem egy Milc gép, aminek rendkívül jó videózási kvalitásai vannak. Tud 4K-ba is felvenni, bár én most még csak az 1080p-t használom. Egy új objektívre is szükségem lesz, mert az éjszakai vagy gyenge fényű felvételek ezzel a kit objektel nem az igazi, úgyhogy még egy 22 mm-es F2-es értékkel rendelkező objektívre fogok beruházni. De úgy gondolom, hogy már most látni lehet, hogy mennyit fejlődött a kép és a hangminőség, amióta ezt a gépet használom. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, én Barti voltam, találkozunk a következő részben. Sziasztok!